Nem érzed a hideget. Tehát, hogy van egy ilyen átfordulás, egy holdpont, ami hogyha bekövetkezik, utána már nem érzékeled azt, hogy megfagysz, hanem, na is itt az érdekes pont átvált a tudatod. Korábban tavaly találkoztam a jeges-vizes merüléssel, és erről egyébként készült is egy videó, amit feltöltöttem a YouTube-ra. Meg majd érdemes lehet ezt akár belinkelni az adási jegyzeteihez, hogy akkor ezt valaki szeretné, akkor meg tudja nézni, mert úgy emlékszem, hogy ezt még én sem láttam. Igen, igen, igen. Vagy egyébként, hogyha ezt videóként majd a YouTube-on látják a kedves nézők, akkor itt majd valamelyik sarokba elhelyezzük ezt a, a kattintható címkét. Lényeg az, hogy akkor ilyen direktbe találkoztam így a jeges merüléssel, hogy milyen a nulla fokos vízben, tehát van ez a fogalom, hogy hipotermia, ami, ha jól tudom, azt jelenti, hogy ugye a test megáll attól a soktól, amit tapasztal akkor, amikor nagyon hideg víz hatására, de azt hiszem más is előidézhet, de a lényeg az, hogy, hogy sokkot kapva akár a szíve is megállhat. És ez azért, ugye nyilván az ember hall ilyen információkat, ennek tudatában bemenni a, 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 a nulla fokos vízbe 5 percre második alkalommal azért felvett kérdéseket, nálam is felvetett. Egy akkora élmény volt mindezek ellenére, hogy ott teljesen átíródott bennem az, hogy milyen Elképesztő ereje van és hatásai a hideg, víz, hideg vízben levésnek. És amit legutoljára vezettem be, az az, hogy ezt bevezettem a hétköznapokba. Tehát mi van akkor, hogyha nem kell mindig elmenni egy folyóhoz vagy egy patakhoz, és akkor mindig nagyokat lélegezve belemenni a vízbe, hanem ezt minden nap meg tudjuk otthon csinálni, és ez tavaly decemberbe élesedett ki teljesen ösztönszerűen, amikor tényleg ilyen 18-20 órákat ültem a gép előtt, mert egy ilyen nagyon összetett projekten dolgoztam, és volt olyan nap, amikor nem is aludtam egyáltalán, és ezeken a napokon egyszerűen olyan, mintha lenyomtam volna egy 8 óra alvást azáltal, hogy megengedtem a kádat a lehető leghidegebb fokozatú vízzel, belefeküdtem, és egyébként, ha ez most egy picit ijesztően hangzik, azt kell, hogy mondjam, hogy egy-két perc után nem érzed a hideget. Tehát, hogy van egy ilyen átfordulás, egy holdpont, ami, hogyha bekövetkezik, utána már nem érzékeled azt, hogy megfagysz, hanem, na is itt az érdekes pont, átvált a tudatod. Na de hová? Meg mibe? És ez olyan szinten ki tud terjedni, például fizikailag, hogy én amikor így belengedem magam ebbe a kádvízbe, és benne vagyok mondjuk 10 percet, az nem nulla fokos, mondjuk 10 fokos. De úgy jövök ki, hogy az a 20 óra ülés, és azok az ízületi, meg porc, meg fizikai esetleges fájdalmak teljesen elmúlnak. És ez egészen elképesztő. A hideg víznek a hatásait én legtöbbször maga a regenerál, regenerálódik a test, azzal kapcsolatosan szoktam megtapasztalni, meg megízlelni, és bár én még nem merültem ilyen nagyon hideg vízbe, de napi szinten jelen van az ilyen hideg-meleg vizes zuhany, szóval nem fullba hideggel, hanem uh -huh. mondjuk jellemzően úgy szoktam, legtöbbször, hogy mondjuk 10 másodperc meleg víz, és Igen. akkor 20 másodperc hideg víz. Valamikor ezek az arányok eltolódnak, valamikor mondjuk két percig zuhanzok meleggel, és utána hosszabb ideig hideggel, de amúgy tényleg nagyon örömteli ezt megtapasztalni, hogy mennyire egy más érzékelés tud beindulni. És nyilván a tudattágításra, mint ahogy a fő témánk is mutatja, ez azért olyan módon van hatással, hogy a saját tapasztalataimról mesélve most, hogy megjelenik az a gondolat, hogy úristen, ez a víz hideg, de pont ez a lényege valamennyire, hogy nem a gondolatokra figyelsz, hanem az érzékelésre irányul a figyelem. És nem azt figyeled, hogy hideg, hanem hogy milyen érzés, milyen élmény megtapasztalni azt, amit úgy hívunk, hogy hideg víz, anélkül, hogy rámondanánk, hogy hideg. Igen. És ez olyan, hogy lehet, hogy az első percben elég sok gondolat jelenik meg ezzel a kapcsolatban, és akkor utána bekövetkezik az, mint amit te is mondtál, hogy ez így teljesen kivonul, már nincs is semmilyen jelen, ilyen gondolat, hogy hú, az hideg lenne, hanem egyszerűen csak úgy teljességgel befogadjuk azt, amit hidegnek hívunk. Ez azért nagyon érdekes, mert képzeld el, hogy egyszer hallottam egy olyan kísérletről, de lehet, ez te is, vagy a kedves hallgató is ismeri, hogy teszteltek nagyon egyszerű kísérleteket úgy embereken, hogy azt mondták, hogy most nagyon forró dolog fog hozzájuk érni, de valójában hideg. És képzeld el, hogy konkrétan égési sérülések keletkeztek. Hozzáteszem, a, a teszt alanyú nem nézhette azt, hogy milyen tárgya és tényleg hideg vagy meleggel érteke hozzá. Nagy, hideg vassal, de nem nagyon hideggel, hanem azért olyannyira lehűtött el, ahol már ténylegesen mondjuk nem konkrétan érzed a hideg és a forró közti különbséget. De hogy milyen érdekes az elme, nem? Hogy ha én most azt mondom neked, hogy egy forró dologgal fog hozzád érni, te nem nézhetsz oda, és az nagyon hideg, ki tudja produkálni azt a, az elme, hogy, hogy utána ott égési sérülés lesz, és itt csak annyit hozzátennék még, hogy a hideg víz az azért nagyszerű, mert az, az olyan, mint egy űrhajó, abba beszállsz, és egyszerűen nem tud máshová vinni, csak az elméden túli világba. Na, az milyen?